Tehát számomra ez egy életérzés, bármit ki lehet vele fejezni, és tényleg tetszenek pont azok a stílusok, azok a találkozási pontok, nekem megvan ebben a zenében, és engem ez így kielégített. Tehát én nem terveztem, hogy akkor mindenfélében nagyon elmélyülni. Tehát lehet, hogyha egyébként nincs az a szerencse, hogy egyáltalán a közelébe kerülök annak, hogy az Ákossal találkozok, és leülünk, és beszélgetünk, és szimpatikus vagyok neki, addalokat próbálunk, mellettem döntenek, és azt mondják, hogy igen, akkor egyáltalán nem biztos, hogy én zenészként vagyok most itt. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Chance harmadik adása. Ugye ez a műsor arról szól, hogy különböző műfajból érkező brutális gitárosokat ereztek össze, és hát akármennyire pici ez az ország, Feri, most már nyugodtan nézzél rám. Jó, én megfogadtam tudod, hogy oda nézünk. Amíg más utasítás nem jön, addig. Így működök később is, csak mondom. Akármennyire kicsi ez az ország, megint sikerült két olyan gitáros találnom, akik nem ismerik egymást. A rock képviseletében Kékői Zalán és a Gypsy Jazz képviseletében pedig Illés Feri. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat ti is. Én már előre brutálisan izgulok. Nem lesz hiba szerintem. Mi köszönjük, én már most jól érzem magam. Yesterday, fullos. Na szóval ez lesz a mai videó, a srácok, köszi szépen, hogy feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornámat, akár a Patreon oldalamon, akár itt a Super Like gombbal, tetszik eljétek a videót, és hát kezdődjön a harmadik Chance Rock vs Gypsy Jazz, csapjunk bele. Wow! Oh yeah! Eddig úgy nézett ki ugye a műsor, és hát hál' Istennek most is az volt, hogy ti nem ismeritek egymást, úgyhogy légy szíves, mutatkozzatok be egymásnak, honnan indultatok, hol tartotok most, mi az, amit csináltok, hogy alakult az eddigi életetek a gitározással kapcsolatban. Születéstől? Bölcsi? Én azt gondolom, hogy érdemesebb csak a gitáros részt kiemelni. Figyelj, röhögni fogsz, a Gitár utcai óvodába jártam. Yes, today. Nagyon durva. No man, ezt omen. Így van, igen. Úgyhogy mondanám, hogy honnan indul, de nagyon nem. Én 16 évesen kezdtem gitározni. Ó, és tényleg? Aha. Az jó későn van. Igen. Ezt nem tudtam. Igen. Nagyon. Igazából nálunk a családban komolyan szerint senki nem zenélt. Nagyapámnál volt zongora Széchenyben, és katonadalokat meg ilyesmiket nagyon szépen tudott zongorázni, énekelni, de igazából nem volt a családban senki, aki komolyan zenélt volna. És mi volt az indítatás? Igazából egy pillanat olyan nem volt. Ilyen apróságok voltak, hogy amikor 80-as évek végén volt lehetőségünk külföldön nyaralni, és Bulgáriában láttam egy mai névvel parti zenekarnak hívnánk, azt hiszem, és játszott az aktuális lágereket, amik közül volt, amit én is ismertem, és Life is Life, meg ilyenek. És valahogy a gitáros csávó az egy ilyen szimpatikus fazon volt. Egyszerűen jó volt, voltak gitárszólók, azt én szerettem, és akkor később lettek. Egyébként hát magyar kedvencem volt, tehát mondjuk én nagy Eddás voltam, nekem Csillag Endre volt talán itthon az első olyan gitáros, és egyébként később is én amellett, hogy szeretek egy csomó külföldi művész, de hogy nekem mindig volt jó pár magyar kedvencem is, és egyébként én nagyon szerettem. Úgyhogy hát 16 évesen jutottam el oda, hogy voltunk egy család barátjánál vendégségben, aki mindig régi zenéket mutatott, Boston, Kansas, dalokat, amik szintén nagyon tetszettek, és neki volt gitárja és basszusgitárja is. És egyszer a szülinapomra meglepett egy akusztikus gitárral. Oh yeah. És mivel együtt nyaraltunk, ezért egyfolytában zargattam azzal, hogy segíts már behangolni. Utass már valamit. Mert ezt én nem tudom. És akkor felkelő nap házát tanultam meg, de hát az első egyébként szerintem nem olyan könnyű. Az abszolút nem, igen. Úgyhogy ráment a nyaram, és nem ment. Úgyhogy az volt az első dolog, amit így kapcsolatba kerültem a gitárral. Viszont én akkor rocker metalos csávó voltam. Ennek többféle heavy metal, hard rock, speed metal, thrash metal, death metal. Oh yeah, oh yeah. És ezért kell egy gyorsan egy elektromos gitár, ami Iris márkájú. Fantasztikus hangszer volt. A méltán elfeledett. Igen. A Vintage 52 mennyezetén, ha bementek, akkor az aulában van egy belőle. Pont múlt héten voltam, és mintha az enyém lett volna. És én nagyon bírtam a rockzenét, én azért szerettem, nem tudom, hogy ilyenbe belemenjünk-e. Abszolút.
mert ez a 80-as évek második fele, 90-es évek eleje szerintem, ott nagyon sokan, vagy rám legalábbis nagyon nagy hatása volt ez a stadion rock sztori, ez nagyon elindult. A legnagyobb bulikat csinálták ezek az aktuális rock metal zenekarok, nagyon sok tízezer, százezres tömegeknek játszottak, óriási hang, óriási fény, csinos csajok. és hogy hát a tömeget annyira nem szeretem, de a színpadon általában kevesebben vagyunk. és akkor ez, gondoltam, hogy akkor valami olyasmit kellene csinálni, ami... persze ez egy vicc. De az valahogy ez megragadott az akkori zenekarok. Persze vannak ezek a most is ismert, most arra talán nagy öregnek tekintett zenekarok, az AC/DC, Aerosmith, talán a Metallicát is most már ide sorolhatjuk, vagy a Guns-t, ugye az, most már ők 30 éve voltak. Queensryche-ot egyébként nagyon szeretem. Skid Row mondjuk, ami most talán már, ugyan talán léteznek, de... De ezek még mind a 16 eleje korosztályod volt, amikor ez hallott. Halloween, Iron Maiden. És akkor tényleg ott most stílusban mehetnénk nagyon sok felé, Testament, ami mondjuk inkább metal. Oké, persze, de megkaptad az első elektromos gitárt, igen? És akkor mi történt? Elkezdtem járni egy gitártanárhoz a Óbudán, aki a harmadik órán mondta, hogy hát ő kimegy hajóra játszani Finnországba. Úgyhogy túl messzire nem jutottunk. Onnan átkerültem Konorot Jánoshoz, Dráva utca, ott tanított, és hozzá már én úgy mentem, hogy én rocker csávú vagyok, úgyhogy olyasmit tanítson, ami ezzel kapcsolatban van. És nála volt egy Troy Stettina nevű szólógitár suli, úgyhogy az 12 részes, úgyhogy én azt gyorsan megcsináltam, ezt a 12 részt, nem tudom, másfél év alatt. És abban végül is minden olyasmi benne van, ami egyébként most is jellemzi azt a rockgitározást, az összes olyan technikai elemet meg lehetett tanulni. Az alapokat? Így van. Aha. Sőt, abban már voltak tappinges dolgok, a tremolókarral voltak benne trükkök. Tehát ugye tényleg ez ugyan egy régi suli, de csomó dolgot most is meg lehet belőle tanulni, aki esetleg ilyesmivel szeretne foglalkozni. Illetve nagy mázlim volt, hogy a baráti társaságom, Óbudán laktunk akkor, a baráti társaságomban nagyon sokan zenéltek, és mindenki jobban játszott, mint én. Ez a mai napig így van velem, úgyhogy átérzem a helyzetet. Jó van, legtöbb társaságban. Ja, igen. Én is az utcában, én játszom a legjobban, ahol lakom. És ez jó volt, mert nekik volt zenekaruk, így le tudtam menni hétvégenként próbára, hallgattam őket, néha el tudtam lesni dolgokat, sőt mutattak is egy csomó mindent, és ha valamit meg tudtam tanulni, akkor be is állhattam játszani. Tehát igazából Dunapart környékén laktunk, úgyhogy nálunk az teljesen standard volt, hogy a hétvégén lent vagyunk valamelyik stégen, mindenki hozza a kis gitárját, leülünk, mennek a tábortüzes dalok, vagy éppen valamilyen aktuális lágerek, vagy levisszük a két kazettás magnónkat, és mondjuk Gary Moore-t hallgatunk, vagy a Malmsteen Rising Force lemezét, és akkor ezek nekem akkor nagyon sokat jelentettek, persze. Tehát az nagyon intenzív időszak volt. Később Daci Zsoltihoz jártam. Hát megint csak, ha magyar kedvenc, akkor nekem ő nagyon az volt, és ő szólt, hogy indul a Kőben négy zene suli. Én tudtam, hogy ez fog következni, és mielőtt ebbe belemegyünk, eddigi élettörténetedet, amíg a Zalán elmesélte az övét, mert hogy azért ez egy, most, és nem semmi mindenféle rosszás nélkül, ez egy általános rocker élettörténet kb. De hogy azért... Jó, két elvonón is voltam. Na, jó, ez nem igaz, még valaki azt hiszem, elvodkázunk itt az időt. De hogy lesz valakiből gypsy jazz-e? Mert azért Magyarországon ez a műfaj kevésbé ismert. Tehát a jazz eleve egy réteg zene. És azon belül a gypsy jazz az még kevésbé szerintem. Én imádom. Tehát, hogy én megveszek a gypsy jazz-ért. Tehát, hogy én annyit hallgatom, amennyit csak tudom. Ismerek mindenkit, aki játszik benne. Mármint, hogy a külföldi hírességeket. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te ezt miért? És hogy? Hogy indult az egész? Ott kezdjük. Ez egy szerelem, megfogott egész egyszerűen. De hány évesen? Először valahol 15 éves lehettem, amikor először hallottam egy koncertet ebben a stílusban. De akkor már gitároztál? Én gitároztam már gyermeknek is, de hát
apukámtól tanultam néhány akkordot, és akkor tábortüzes gitáros voltam. Tehát pontosan a felkerülő háza meg a börtön ablakába, de azt több stílusban is, akár reggel is. Tehát, hogy ezek a tipikus tábortüzi dalok, mert hogy azt gondoltam, hogy hát milyen jól lehet mondjuk így gitározva csajozni a tábortűz mellett, de ha valaki kövér és szemüveges, akkor az gyereknek is az volt, tehát az nem segített a gitár. Úgyhogy a gitár a szerelem volt már gyereknek is. Hallottam ezt a Jimmy Rosenberg fiút játszani, aki akkor 15 éves volt, és olyan elképesztő gitárzenét trióban, két gitárbőgő nyomott, hogy a magyar televízió közvetítette Pori Jazz Fesztiválról, és hát az nekünk megvolt videón, tehát videókazettán, esetleg akik nem ismerik majd egy képet, be lehet játszani róla, és hát azt a családba, azt rongyra néztük. És hát ekkor még természetesen ez jóval YouTube előtt, tehát mielőtt még kinyílt volna ennyire a világ, tehát az, hogy én belekezdjek magamtól attól, hogy láttam egy koncertet, az arra nem volt esély. Viszont későbbiekben én a Magyarország első roma rádiójához, a Rádió C-hez kerültem, mint hangtechnikus, és egy kicsit a zenei szerkesztéshez is volt közöm, és ott már azért nagyon színes kavalkád, zenei kavalkádért, és hát visszaköszönt természetesen. Hány éves voltál akkor? Hát akkor már felnőtt voltam, tehát ez 21-22. Tehát akkor jóval később. Igen. De attól addig megment a sima gitározás? Vagy tehát mit történt 15-16? Az mindig a kezemben volt, és amikor mi összejöttünk barátokkal, vagy akár családban, akkor én gitároztam mindenféle dalokat. Egyébként, ami hát semmi különös, hogy nem volt műfaj specifikus, ami éppen nekünk tetszett. És esetleg tudtuk a szövegét, ugye? És tehát a gitár az ott volt. És itt a rádiónál volt az, hogy például volt egy rádiócél sátor a Sziget Fesztiválon, és oda meghívtuk a Rosenberg triót, aki az egyik legnevesebb képviselője ennek a stílusnak. És hát fantasztikus, tehát tényleg láttam őket élőben játszani, olyan hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy mindenképpen belevágok. Aha. És akkor az első Gypsy Jazz gitárt azt Belgiumból szereztem be, egyébként egy kínai gyártemányú. Jó, most egyébként tényleg vedd már elő a hangszert, hogy most már csak így a kezedbe, aztán majd leteszed, mert hogy még nem prüncögünk, de hogy ezek baromi különleges hangszerek, tehát ez nem úgy van, hogy bemegy a boltba az ember a valamelyik magyar hangszerboltba, és akkor vesz egyet. Csak erre akartam utalni, hogy ez nem minden utcasarkon terem. Nem, hát eleve ugye ez a zene, ez az úgynevezett manus közösség, akik, ez cigány nyelven embert jelent, ez a manus jazz, tulajdonképpen Django Reinhardt az, aki az első volt és ebben a stílusban játszott. Hát ő ugye nem tudta, hogy egy stílust fog alkotni, hanem elkezdett gitározni. És maga a stílus is egyébként érdekes, mert hát stílusok keveredése, és ebből állt össze egy egészé, amikor már megismerik, hogy igen, ez gypsy jazz, tehát megvannak a jellegzetes vonásai. És hát akkor Belgiumban volt elérhető egy hangszer, nagyon örültem neki, és hát elkezdtem a rádióban. Ez hányban volt kb? 2003. 2003, igen. És hát elkezdtem gyakorolni magamtól, aztán körülbelül ez olyan, hogyha mondjuk magyarul szeretne az ember hegedülni, tanulni, akkor ahhoz ide kell utazni. Aha. Azért, hogy megérezd ezt a feelinget, hogy itt a Duna mellett, hogy itt kicsit átérezd az itteni atmoszférát, és magadba szívd az itteniektől autentikusan. Ezért hát én is utaztam, és kimentem Franciaországba. De Samoában van egy nemzetközi Django Reinhardt Fesztivál, Gypsy Jazz Fesztivál, és a világ minden tájáról özöllenek gitárosok, klarinét, hegedű, bőgő, óriási dzsemburi egy hétig, majdhogy nem, éjjel-nappal, tehát hogy tényleg, amikor megérkeztünk, nem is tudom, este 11 éjfél is lehetett talán, megérkeztünk, fölvettük a sátrakat, és hát elkezdtünk játszani természetesen. És a következő jelenet az volt, hogy a mellettünk lévő sátorból tapsoltak. Tehát, hogy ilyen a hangulat. Úgyhogy, és hát ott elkezdtem magamba szívni, ott emberektől beültem az úgynevezett szintókhoz, tehát ők a francia, német, holland, romák, akik autentikusan játszák ezt.
Beültem hozzájuk, próbáltam tanulni, és hát később kiutaztam Belgiumba, Charlenbergerhez, aki egy hegedűművész, egy vak hegedűművész, aki egyébként legalább 6 nyelven beszélt, tehát tényleg csak szuper latinuszokban tudok róla beszélni, és kiválóan is gitározik, beszél magyarul is. Persze, igen, és kiutaztam hozzá, és akkor ott tőle is tanultam, meg hát akkor már szerencsésebb voltam, hiszen már a YouTube-on megjelentek különböző, ha még nem is oktató anyagok, de már legalább ezektől a híresebb Gypsy Jazz előadóktól, mint Birelli Lagren, Rosenberg Trio, Fappi Lafertin, tehát a nagyoktól már elérhető volt néhány koncertfelvétel, ami még tovább növelte bennem a tüzet. Tehát azt mondtam, hogy tehát először azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, tehát hogy ez nem létezik. Pont ezt akartam mondani, tehát hogy akkor gyakorlatilag ezt mondjuk, ezt az egy hetet, meg a belga kirándulást leszámítva, ez neked autodidakta módon történt? Igen, hát nincs, iskolai képzése a mai napig nincsen, és... Csak gondoltam, hogy van itthon valaki rajtad kívül, aki ezt így mondjuk csinálja jó. Vannak itthon gitárosok, akik csinálják, de én azt mondanám, hogy együtt tanultunk ebbe bele, meg tanulunk bele, tehát... Az első megmozdulás Magyarországon, ami már ehhez a stílushoz köthető, ők volt egy Kovács Andor nevű gitáros Magyarországon, aki Dezső Csaba hegedűssel alakított egy Hot Club of Budapest nevű zenekart, és egyébként Schneeberger Ferenc volt a ritmus gitárosuk, és ők már ilyen stílusban játszottak. Tehát ez volt az első ilyen stílusú zenekar, aztán évekkel később pedig megalakult egy Swingmanus projekt nevű zenekar, amiben engem hívtak játszani, és hát innen indult tulajdonképpen. Az mikor volt? Hát ez 2008. Tehát mert ez ennek is basszus 15. Bizony. Oké. Okay. Menő. Nagyon menő. Nagyon, tényleg egyébként. Annyira kire. Bocsánat, az ki volt az a művész, aki magyarul is tudott? Charlenberger. Ő miért tud magyarul? Mert ő a hegedűművész, és a nóták, magyar nóták szerelmese lett, és ezért ahhoz, hogy nótát tudjon játszani, ahhoz énekelni a szövegről, szövegre szerette volna tudni a dalokat, és ezért kezdte el megtanulni. De és eljutott odáig, hogy kommunikál. Tökéletesen, tehát nem mondod meg róla, hogy nem magyar, hogy nem Szűcs István. Igen. És mellette beszél angolul, franciául, hollandul, cigányul. Nagyon durva. Nem tudom még milyen nyelveken. Úr, biztos, hogy rákeresek, nem ismerem sajnos. Igen, mindenki keresse rá. Zalán, és akkor egy picit folytassuk a te történetedet. Ugye jött Kőbánya. Meg akkor menjünk el utána kis idővel, hogy akkor nagyjából így a mostani időszakig, hogy mi történt veled. Ugye Daci Zsoltitól értesültem erről a Kőbányai dologról. Felvettek, első év folyam volt, még 5 évet jártunk oda. Elképesztő a magyar könnyű zenének a krémje tanított. Akkor is, és szerintem most is. Hát meg most már tanulók is. Aki abba, az első évfolyam, az nagyon... Hát igen, most abban az első évfolyamból a Tornocki Feri, meg a Lukács Pető, ők tanárként, vezető tanárként vannak ott már. Úgyhogy, és azt én nagyon szerettem, tehát az egy ilyen, tényleg olyan ilyen második otthonnál nőtte ki magát. Az 5 év is kellett hozzá, tehát hogy ennyire sokat lehettünk ott. Illetve tényleg annyira jó érzés bemenni egy olyan helyre, ahol mindenki ugyanazért van ott. Mindenki zenélni akar, mindenki mindenkivel akar zenélni. Igen. Elképesztő tanári kar volt, hogyha a rock vonalat nézzük, én Maroda Izolhoz kerültem rögtön, megint csak egy magyar kedvenc. Nagyon szerettem nála tanulni, de közben az iskolának köszönhető, hogy ugye nem az van, hogy 5 évig Maroda Izolnál tanulok, hanem mehettem. Kormos Janónál is voltam 1,5 évet, Tornocki Feribánál, és voltam 1,5 évet. Hát akkor itt egy nagy jazz előképzettség, majd mindjárt ide. Sírnának szegények. Tehát a jazz az nagyon jó volt belekóstolni ebben, de persze, soha nem lett belőlem jazzgitáros, tehát ők sem ezt... És nem volt cél egyébként, hogy jazzgitárost faragjanak. Inkább tök jó volt, hogy engedtek bepillantani bizonyos helyzetekbe. Meg hát ugye a Kőbányán is hiába könnyű zenei főiskolaként hirdették akkor, vagy rock főiskolaként, de hát azért van szalonzenekari gyakorlat, van big band zenekari gyakorlat, van, és vannak jazz standardek, amiket
kell kötelező, játszani. Igen. Kötelező dolgok benne van. Nem akarok itt semmit elvenni a kőbányás időszakból, de hogy inkább arról beszéljük, hogy a te rock fejlődésed az hogy alakult eközben, meg utána, hogy hogy lettél te most már tényleg hivatásos rockgitáros. Szerencsére zenekaroztunk utána. Tehát kőbányára már úgy kerültem be, hogy már volt egy Pszichó nevű zenekarunk, ez egy punk rock banda. Csordás Tibi volt az énekes, ő alapította, ugye a Junkies-ban már volt neve, és amikor onnan kiszállt, akkor alakult meg ez a zenekar, és akkor én hívott el a gitárosnak. Én már jobban voltam a Kis Andy, Tóth Tibi, ugye mostani Hooligans csapattal, akkor még Dance-be kerültek föl éppen Budapestre, és nagyon sokat bulisztunk együtt, és ők beajánlottak Csordás Tibinek, amikor gitárost keresett, úgyhogy miatt már első stúdiózáson sikerült átesni, Németh Lojzi stúdiójában dolgoztunk, Vedres Joe volt a hangmérnökünk, tehát hogy igazából lett egy egyébként tök jól működő banda, turnézhattunk a Sing Sing-el, bekerültünk a Metal Hammer demonstráció kazettájába, interjúk voltak, tehát hogy tényleg ilyen Rock Tükör tévéműsor. Ez 94-95. 94-95. Én nagyjából 90-ben kezdtem gitározni, tehát 4-5 évnyi után. De durva. Nagyon jó hirtelen történtek akkor veled a dolgok. És a suli alatt is, annak a zenekarnak vége lett, szerintem ilyen 96 környékén, és utána lett Fiesta, Csordás Tibi, talán onnan sokkal inkább lehet ismerni. És volt még Smith & Session nevű zenekar, Kovács Áron, ugye Kovács, és akkor ezért Smith & Session-ből lett egy ilyen szójáték. Bocsánat, a Kovács Áron, ő a műsorvezető? Igen. Öt akkortájt ismertem, 95 környékén, és velük is ott, az egy nagyon jó csapat volt akkor, mi budapesti klubokban játszottunk, nagyon jól működött, és nagyon szerettük, de hát aztán egy után ugye annak is vége lett, és a suli után igazából volt egy nagy lépcső, mert 2001-ben fejeztük be Kőbányát, és 2002-ben kerültem Ákos zenekarába. Hát az nem kis lépcső, igen. 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 De akkor neked nem is volt kérdés az, hogy rock magyarul. Tehát, hogy ezt elhatároztad, és akkor megvalósítottad. Hát figyelj, ezt így nem tudom. Szerintem egyszer mi már erről beszélgettünk érintőlegesen, hogy a szerencsének mennyire sok köze van ehhez. Igen. És tudom, hogy én amikor 2001-ben elvégeztem Kőbányát, akkor nem mondom meg, hogy melyik zenekarba kerültem, és nem azért, mert cikinek nem gondolom, de voltak negatív tapasztalataim. Több mint egy, igen. Majd utána nézünk a Wikipédián, semmi viccelek. Az a vicc, hogy a Duna TV még mindig adják az egyik koncerten. De mindegy. Tehát, hogy, mert nem ő tehetett róla, hanem van egy elképzelésed arról, bocsánat, én onnan jöttem, hogy mondtam, stadion rock, buli van, és az egy, annak a minden feelingjével én azt akartam. És amikor bekerülsz egy egyébként ismert produkcióba, de lemész egy tök mindegy, hogy melyik településen, egy pici kocsmába, ahol igazából nem a kocsmával van baj, mert hogy utána nagyon sokat játszottam kocsmába, és imádom ráadásul. De hogy a nagy produkció addig jut el, hogy széttolunk két asztalt, és lerakjuk az erősítőket, és valami lesz. Aha. És hogyha ez a nagy produkció, akkor nem tudom, hogy van-e onnan tovább. Aha. És az egy tök nagy ilyen, nagyon gyorsan vége lett ennek a kapcsolatnak, mert azt éreztem, hogy ez ha ennyi, akkor ezt nem szeretném. Aha. Hogyha ez... Tehát lehet, hogyha egyébként nincs az a szerencse, hogy egyáltalán a közelébe kerülök annak, hogy az Ákossal találkozok, és leülünk, és beszélgetünk, és szimpatikus vagyok neki, ad dalokat, próbálunk, mellettem döntenek, és azt mondják, hogy igen, akkor egyáltalán nem biztos, hogy én zenészként vagyok most itt, hanem világosítom, ami tök jó szakma egyébként. Jó. Egészségű. Feri. Igen. És akkor neked mi volt utána? Ez a 2008-as időszak után. Igen. Gyakoroltam. Ez nagyon fontos. Piszok. Igen. Szép. Ez nagyon fontos. És egyébként érdekes dolog ez a gyakorlás, csak így egy kitérőre. Valamelyik nap hallottam,
nem tudom megnevezni a forrást, de jól megfogalmazta a gyakorlással kapcsolatban, hogy már a gyakorlás az maga a hangszerrel való játék. Tehát, hogy nem különíted el, hanem te gitározol. Így, nem gyakorolsz, hanem gitározol. És valószínűleg egyébként így voltam vele ezzel én is. Tehát, hogy nem az volt, hogy egy nagyon tudatos gyakorlás, hogy ez így menjen, ez úgy menjen, hanem gitároztam. És akkor utána persze egyre tudatosabban lehetett építeni, de ezt tetszett ez a gondolat, gondoltam, hogy megosztom ez így. Abszolút egyetértek, igen. Hát utána egyre jobban megismertem a stílust is, és pont körülbelül 2007-ben úgy döntöttem, hogy készítek egy magyar nyelvű honlapot, hogy legyen ennek egy központi oldala, ahol tájékozódhatnak. És akkor oda fölraktam a nevesebb gitárosokat, csináltam róluk egy kis oldalt, illetve, ami nagyon fontos volt akkor, hogy már készítettem gitárleckéket, gyakorlatias gitárleckéket, amiben próbáltam ebben a műfajban, amiben próbáltam rávetíteni arra, hogy melyek a stílus jellegzetes vonásai, és hogyha te gitározol, eleve már valamilyen stílusban, akkor ahhoz képest mondjuk, miben más, mit lehetne gyakorolni, mitől swingel, ezekre próbáltam rávilágítani. Hát valami sok mindenben más, mert itt egyébként itt minden kifejezetten erre a technikára van kitálva. A pengetés, a hangszer, a balkéz, tehát hogy itt olyan speckó dolgok vannak egyébként, hogy le a kalappal, én ezt nagyon csodálom. Igen, vannak speciális dolgok, de hogy egyébként meg maga a technika az érdekes, mert az sok lefelé pengetés, az egy ősi dolog egyébként a gitározásban. Igen. Tehát ez a rockban is tökre jelen van. Abszolút. Tehát a reszelés, a lefelé az annál dinamikusabb, és itt a Gypsy Jazzben is erről szól. Tehát a kíséret az abszolút. Minden a számról szól, tehát minden a számnak van alárendelve, ez a lényege. Tehát például azt biztos észrevettétek, hogy nem támasztják a csuklót, hanem egy kicsit így ráfordít, az is azért van. Tehát a szám miatt, hogy jobban tudjon rezegni. És hát ennek persze van egy technikája, amit próbáltam a magam módján elsajátítani, de természetesen, tehát nem olyan szigorúan, mert hogyha mondjuk valamit nem lefelé pengettem, hanem felfelé, akkor nem jött a jazzrendőrség. Ilyen probléma nem volt. Jazzrendőrség, ez nagyon. Hanem csak játszottam, és akkor bekerültem a Swingmanus projekt zenekarba, ahol elkezdtünk játszani egy étteremben, ahol mai napig játszom, egyébként a Budai Dériné-ről van szó. Ú, de király. És hát most már 15 éve. És ott folyton jazzmanus van, tehát ott swing van, és azóta is. És ez mikor vannak ott ezek? Vagy bemész és kajász, és akkor ezt szól? Vagy... Esténként vannak, vasárnap, hétfő, kedd és szerda. Hát én megőrülök, és erről nem tudom. Mikor megyünk vacsizni? Hát bocsánat, csak most itt múltkor volt egy másik műsorban nálam egy baromi fiatal tehetséges rász, hogy meg ilyen balkáni muzsikákat játszik elképesztő módokon, és oda is most már ki kell mennem kajálni, ahol meg most oda is el kell mennem, ahol te játszol. De Pikcsi extra volt, nem? Igen. Brutálisan, tehát hogy elképesztő hihetetlen az a féle játék, az is teljesen más mindentől, tiszta libabőrös lettem. Szóval, na megyünk a Dérinébe. Enni kell magyarul. Ha jó zenét akarsz, kajálni kell. Úgyhogy azóta is ott játszom, és ott működik ez a dolog. Oké, most az szokott jönni, hogy mit tudsz a másik műfajáról? Semmit. Jó, azért valamit kis valamit próbálnám. Valami morzsákat. Hát de a jazzhez akkor annyiban azért volt között, hogy a suliban próbáltad. Hát persze, de hát jazz tenedeken keresztül próbáltak megvilágítani bizonyos összefüggéseket, de egyrészt nem is voltam jó benne, és igazából bevallom engem a jazzből csak az a nagyon mainstream, nagyon dallamos vonal fogott meg. Lion Mace koncertek azok közül többet is hallottam, megint csak a gyerekkori barátomnak köszönhetően volt pár kazetta, amit sokszor hallgattunk, ha meguntuk a Malmsteent aznapra. Vagy van egy Norman Brown nevű színesbőrű gitáros fickó, aki én azt gondolom, hogy az nekem már jazz. Uh-huh. Most ezt biztos nem tudjuk bejátszani, úgyhogy ez majd
keressetek rá. Szerintem az egy ilyen nagyon megnyugtató, de dallamos, és közben abszolút a jazz hangszínek szólalnak meg. Okay. De ennek semmi köze ahhoz. És pont ezt akartam mondani, hogy a gypsy jazzben nem futottál bele véletlenül se a YouTube-on, és nem varázsolt el nem. egy Joshko Stefan, aki Tomi Emanuel el játszik, igen. és egyébként Tomi Emanuel is írgalmatlanul félelem. Így van, Tomi Emanuel örület, imádom, abszolút, de nem, de neked ez tök más stílus. De ő játszik, játszik ilyen, tehát ő azért úgy kóstolgatja ezt a stílót. És csak azért akkor hallottam. Akkor viszont mindent tudok erről az egészet. Nincs gond. Köszönjük szépen. Oké. Okay. Jó, egyébként elfogadom, mert ez tényleg olyan műfaj, amit el kell kezdeni hallgatni, igen, ahhoz, hogy... Hogy Na de akkor, és neked Feri, azért, tehát hogy a rockot azt nem lehet megkerülni, az nem olyan, mint a gypsy jazz, hogy az véletlenül belefutsz, vagy nem, hanem... De szerintem azt nem is szeretné senki megkerülni, tehát pont ez a... De neked akkor mi a kapcsolódási pont? Hát egyrészt az a kapcsolódási pontom, hogy hát próbáltam én is gitártanárhoz elmenni, aki hát ha tud segíteni az alapokban. Engem kifejezetten ez a műfaj érdekelt, és ott már a gyakorlatokban ott rögtön előjött, hogy ez a kicsit rockosabb, legátosabb, pengetés stílust így kóstolgattam. Aha. Illetve hát az, hogy a régieket egyébként érdekes, akiket felsoroltál, azokat azért az ember hallgatja. És nekünk van egyébként egy műsorunk, azt elmondom, a Kovács András Péter. Igen, mondata. Hogyha nem tudtátok, hogy honnan ismerős a Feri, akkor onnan. Lehet. De hát az ismeretlenek, tehát hogy az ismeretlenek homályában azért. Hogy, tehát Kovács András Péter és Jankovics Péterrel van egy műsorunk, aminek az a neve, hogy Duma Swing. És hát ez most már 10 éve működik. Ahol azt csináltuk, hogy a stand-upot és az élőzenét házasítottuk, és ott aztán mindenféle műfaj előkerült. És hát a többiek között a Guns N' Roses-szal búcsúzunk az egyik előadáson, ami éppen most fut ki. Úgyhogy abszolút van kötődésem, és hát nekem van egy 9 éves kislányom, aki viszont Maneskin fan. Úgyhogy most Maneskin megy nálunk is. Úgyhogy abszolút. De nem volt olyan korszakod, amikor hosszú hajjal, rockerkedve, és akkor ment a Smoke on the Water, vagy a Knock Knock on Heaven's Door, vagy AC/DC, vagy valami? Mivel a hangtechnika világában dolgoztam, ezért rajtam kívül mindenki hosszú hajú volt. Tehát, hogy azért. De hogy nekem ilyen jellegű korszakom nem volt, de ennek egyébként egyszerű oka van. Egyrészt ez rengeteg időt és energiát. Másrészt pedig nem volt ilyen gitárom soha. Tehát, hogyha lett volna, akkor biztosan próbáltam. Nem volt elektromos gitár? Nem volt. Nem volt. És nem, hát nem. Akusztik, és akkor azzal. Tehát, hogy nekem még nagyon jazz gitárom sem volt szerintem. Tehát, ami ilyen normál, nagy testű. Az elején megtaláltad azt, ami a tökéletes. Én megtaláltam, ami nekem annyira tetszett. Tehát számomra ez egy életérzés, bármit ki lehet vele fejezni, és tényleg tetszenek pont azok a stílusok, azok a találkozási pontok, nekem megvan ebben a zenében, és engem ez így kielégített. Tehát én nem terveztem, hogy akkor mindenfélében itt nagyon elmélyülnék. De hát a zene az zene, tehát olyan nincs, hogy... De erről szól ez a műsor, igen. Ne legyen nyitott, és ne hallgasson más stílusú zenéket, hiszen lehet meríteni. Hát, sőt, mi több, hogyha az ember már az érzelmeket is félretenni, akkor meg kifejezetten rockot hallgat. Tehát vagy én azt gondolom, hogy akkor annak kell bömbölni, és az egy kicsit úgy, hogy és egyébként nagyon-nagyon fura, és én nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy én senki vagyok, és nem ítélkezem, csak mennyire fura, hogy például ennek a két műfajnak az ötvözete, az gyakorlatilag nincs nagyon jelen a világban, hogy a gypsy jazz-t valahogy a rock muzsikával ötvözni, illetőleg hát a Birelli Lagrin mostában próbálkozik elektromos gitáron
csinálni hasonlót, de az meg nekem valahogy azért fura. Tehát, hogy nekem az, amikor ő elektromos gitáron játszik torzítóval, az valahogy nekem nem az, amikor ő ilyen gitáron játszik. Érdekes, hogy őt említetted, mert ezt nézzétek meg, és mindenkinek javaslom, hogy keressen rá. A Birellinek van fönt a YouTube-on egy felvétele, az a címe, hogy Earthquake Metal. Olyan metal nyom, neki volt egy metal zenekara, trió, és hosszú haja, olyan brutális metal, tehát látszik, hogy a jazzből jön, de az tényleg, jó, nem mondok ez, más, jó. Nézzétek jó. meg, hallgassátok okay. meg. Jó. Hát most szerintem annyi történik most, hogy egyelőre csak elővesszük a gitárokat, és már elmondjuk a... Nem szabad pengedni. De milyen istanítás, de ezt azért tudom, hogy... arra hallgatottak, hogy már az elején ezt az instrukciót kaptuk. Mert tudom, hogy ilyen gitárokat ne vegyétek föl, Isten őriz, nem, meg, hogy, okay. hogy nézzük már meg, hogy hogy szólnak. Nem, ez gyakorlásnak számít. Egyelőre csak ismerkedjetek egymás gitárjával. Zalán, ez egy... Ibanez RG, hogyha jól látom. Ennél rockabb gitár nem sok van. Így van. RG 550, 550 a típusa, hogyha ez esetleg gyűjtőknek érdekes lehet. Eladó. Eladó, így van, igen. Üzeneteket várjuk majd. Tomi intézi. Igen. Mióta van nálad? 5 éve van meg. Ez egy igazából egy újragyártása, ez egy 80-as években már létezett típus, amit az Ibanez nagyjából 5 évvel ezelőtt dobott újra piacra, nem takarítottam le, ne haragudjatok, kínos, és... Miért őt választottad? Neked ugye, én már voltam nálad, tehát van többféle gitárod, erre miért volt szükség, hogy legyen egy ilyen autentikus rock RG-t? Úgy általában a koncerteken, addig nem jutottunk el, de én most ugye a Beatrice-ben gitározom, éppen 5 éve egyébként, és ott a koncerteken nincs fix dalsorrendünk, hanem van egy nagyjából mondjuk egy 50-60 dal, amit a zenekar tud, és a Feró hangulattól függően bemondja, hogy most ez jön. Ha van sorrendünk, akkor is más lesz. Csak hogy mennyire, életünk első koncertje közösen, az 5 évvel ezelőtti jubileumi aréna koncert volt. Ott léptünk először együtt színpadra. De te szeretsz így belecsöppenni a Igen. nagy dolgokba. Igen. Ezt muzsikáltuk, képzeld el, bocsánat, Nagy Ferónak a születésnapján, még a Swingmanus projekten. Ne. Igen, és készültünk is majd valami közössel, hogy lesz valami közös, még utolsó pillanatban... Megelőztem mindenki. Utolsó pillanatban nem, jó, akkor elénekel egy szál gitárral. Oké. Csak így eszembe jutott. De tényleg kicsi a világ akkor. Kicsi. Hogy aréna koncert, ott azért volt sorrendünk, mert világítani kell meg minden. Megy a buli. És hát oda jön, mert itt fülmonitor van, és mondja, hogy ugrunk, és aztán elmegy. Hova? Mennyit? És mondok, hogy mondom, hogy menjek utána, hogy... Igen, de azt mondja meg, hogy honnan. Igen. Miért? Tehát, hogy ez annyira, ő szereti szabadon kezelni, egy csomó mindenben tök igaza van. És ennek ez viszonylag amilyen... halvány magyarázat arra, hogy miért kellett még egy gitár. Nem. Nem, ez a feleségemnek mindig. Ez egy jó magyarázat. Próbáljátok ki. Tehát, hogy igazából arra nem tudsz készülni, hogy van egy setlist, és melyik dalnak melyik sound áll jól. Aha. Erre nem tudsz készülni. Így olyan hangszert kellett választani, ami kellően sokoldalú ahhoz, hogyha esetleg valamilyen clean hangszín kell, akkor van legalább 5 állásom, hogy valamilyen clean hangszín legyen. Mivel nem tudok rögtön gitárt cserélni, ezért fontos volt, hogy satus legyen, mert kevésbé hangolódik. Én tremolós vagyok, úgyhogy nekem kellett, hogy ebbe bele tudjak taposni. És gyerekkorom óta imádom az Ibanezt, így igazából ebből a palettából Abszolút. Választottam. Tehát nagyjából ennyi. És ebből van több variáció van. Ennek van egy RG652-es tesója, ami fellépítésében nagyon hasonlít ehhez. Tehát akkor már van 2 nagyjából hasonló hangszer, amit bármikor tudok vinni. És ők a 2 fő hangszerek is egyébként a koncerteken. Fullas. És hát akkor nézzük meg a másik gityót, mert... Nézzük. Hát az nekem, én azt majd szeretném azért megfogdosni, mert ilyet azért nem... Persze. Jó, és most ezt tudom, hogy ez prostóság, de mennyibe kerül egy ilyen gitár?
Hát 3000 euró. 3000 euró? Igen. Vagy ja, hogy találgatni kellett? Nem, csak hogy te tudod el. Az 1 millió 2 körül? Igen, most a jelenleg járfolyam szerint, igen. Ugye, amikor éppen fölveszünk ezt. Mi a márkája? Euró. Ahogy szeretnéd, én úgy tartom. Csak hogy a kamcsiba, én rendesen, mint hogyha fognád így. Rendesen fogja? Úgy, mintha gitároznál. Igen. Ja, igen, de ne pengesd, így van. Tehát ez egy Leo Eimers gitár, egy holland mester készítette, és hát magáról nevezte el, tehát szerényen. Eimers gitárnak hívják, de hogy egyébként ezeknek a gitároknak az a lényege, hogy Selmer típusú jazzgitárnak mondják, és kifejezetten Django Reinhardtnak készült az első. Akkoriban az erősítéssel volt összefüggésben, hogy hát azért tánctermekben játszotta, kellene, hogy hallatszódjon a gitáros. Hiszen pont az volt az az időszak, a váltás, amikor, és Django-nak ehhez nagyon sok köze van, amikor a gitárból több lett, mint egy kísérő hangszer. És ahhoz, hogy hallatszódjon, ahhoz ki kellett találni valamit, és hát ezt a formát találták ki. Miben speckó ez a gitár? Mert azért nagyon, tehát pici a lyuk, a húrok azok fémek, de mégsem úgy néz ki, mint egy akusztikus gitár, a feje sem olyan, tehát hogy nagyon sok különleges. Viszont nagyobb a test, valahogy igen. Úgy tűnik, hogy igen, tehát fura kivágás. Tehát ami a dimenziókat illeti, a méreteket, abban is biztosan megvan a specialitás, viszont amit biztosan tudok, az az, hogy a fa választása, tehát az speckó. Tehát, hogy mert hogy? Ez? Hát rózsafa, ami ugye legjobban rezeg, aha, igazából, és ami még nagyon speciális a Gypsy Jazz gitárokon, hogyha megnézitek, akkor itt az 5. bunnál, a 7. és nem a 9. De jó, hanem a 10. Tehát mutatod a kamcsival is valahol? Mutatom. Végül szemben is ott van. Ja, látszik, mert ott vannak a nagy, de durva tényleg. Tehát itt van, igen, 10. Ez egy nagy különbség egyébként. De és ez miért? A szokás. Szokás, aha, igen, ez így alakult ki. De durva. Tehát, hogy... És miért ilyen pici rajtuk a lyuk? Ez mindegyiken így van, és ilyen ovális formájuk. Azt gondolom, hogy az elején a soundhoz volt köze. Aha. Most már design kérdés lehet, tehát ez most már egy jellegzetessége. Csak és így, egyébként ebből létezik egy délukas is. Eredetileg az volt, hogy ha megnézed azt az egyetlen Django felvételt, ami megmaradt Django Reinhardtról, ez Jött André című számot játszák, akkor látszik, hogy a két ritmusgitáros délukasan kísér, és ő pedig oválisan. Tehát eredetileg ez szóló hangszer volt, azok pedig ritmusra. Tehát a felépítménye és a sound is így volt kitalálva, viszont azóta már ez nem igaz. Tehát most már mindegyikkel tudsz szólózni és gitározni is, illetve hát itt 14 érinténől van ugye, a csatlakozás. A kamerába is mutassuk már. Kamerába is, igen. Tehát itt a 14-nél van, és a délukasnál alapvetően 12-nél. Tehát, mert az a standard akusztikus gitár. Igen, igen. Pont igazából. Így van, pontosan. Tehát meg kivágáson, tehát igazából egy picit a felső fekvések is hát kényelmesebbek akkor. Így van, és most már a délukasból is építenek olyat, aminek a 14. érinténél van a csatlakozása. Tehát most már tényleg lehet szólózni, ritmusolni tulajdonképpen mind a kettő típuson. Érte nagyon fontos még elmondani, sokan azt gondolják, hogy nejlonhúr van rajta. Nem. Fémhúrok vannak igen, rajta, igen. És hát én 11-eset használok egyébként. Van, aki a 10-est, olyan is van, aki esetleg a 12-esnél, a 11-essel így kibékültem. És látom egyébként, hogy nagyon speckó pengetőd van, azt azért... Igen, hát ennek egy külön története van. Megnézhetem? Meg, abszolút, tessék, parancsolj. Ez egy Guz S3-as pengető, amit most már nem gyártanak. De képzeld, hogy nagyon különleges a pengető, mert egyébként három oldalán is lehet játszani, és az anyagválasztás is teljesen lehet, mint a végén. Nem is lehet gyakorlatilag leutánozni magát. Kipróbáltam? Abszolút. Csak így az a saját gitáron. Te pengethetsz, te itthon vagy. Neked szabad. De mi kivágjuk majd. Igen. Hát ez zseni. Abszolút az. Ez nagyobb. Igen. És nem is hegyes, mármint hogy olyan, teljesen ilyen el van, mintha el lenne vágva, vagy az már elkopott? Azt már én kopottam be. De mégis olyan, mintha lenne az az érzés.
Igen, kényelmes és hibogat. És már nem gyártják? Nem, sajnos, de és, csak nincs még vége a történet. Nyugodtan nézd meg, és próbáld is ki. Nincs még vége a történetnek, mert hogy eredetileg ezt már nem gyártották, nem is lehetett nagyon szerezni a piacon. És a Mező Misi, aki egy kiváló gitáros is, és ő pengetőgyűjtő. Aha. És megkeresett, hogy ilyet mindenképpen próbáljunk meg szeretni. És hát levelezgetés, és Amerikában az egyik barátom Tominak hívják, az ővé a Django Books, djangoguitars.com, teljesen mindegy, és ő felhajtott egyébként Spanyolországból egyetlen egy darabot. Elküldte, és én megírtam a Misinek, hogy figyelj, megjött a pengetőd, és ez volt fél éve, nem jelentkezett érte. Majd én azt mondtam egyszer csak, hogy mert az én pengetőm viszont már elhasználódott, amit akkor használtam, hát akkor Misi, hogyha Sorry. Nem, akkor megpróbálom, és azonnal megszerettem, úgyhogy Misi, ne haragudjál, nagyon szeretlek, de kiváló a pengető, tényleg, tök jó, köszi szépen. Ez a történet. Jó választás volt. Jó választás. De a pengetőknek egyébként, tehát van nálam egy pár pengető majd mutatóban, később esetleg megmutatom. Nézzük, abszolút. Egyetlen akár. Egyet veszek elő, ami a legdurvább. De hogy ezek is speckók, ugye? Speckók. Igen. Anyaga is, igen, a formája is. Leginkább a vastagság, tehát 3 mm körüli, de ez brutális, ezt megmutatom nektek. Atya, úristen! Ezt láttam. Egyébként a... Én még nem próbáltam. Ez mint egy kavics. Igen, konkrétan. Ezt a Hatházi Lacitól kaptam. Hát így megjövődött. Ezt is kipróbálhatod? Hát ne vicc! Figyelj ide! Hozok még, figyelj ide! Egy centi vastag. Van itt nálam egy hangoló, ugye? Ó, mutasd már! Az is pengető? Végülis minden pengető. És lehet vele játszani. Lehet vele játszani, ez a brutál. Hát mondjuk jó fura. Jó, hát azt már igen. Csak a gitárhoz ne verd oda, mert lekopik a lazúr. Egyébként? Igen. YouTube-on is van egy srác, aki ilyen elképesztő vastag pengetőkkel játszik, és sose gondoltam, hogy lesz ilyen a kezemben. Igen. Én sem, egészen jó, addig, amíg azért nem annyira kényelmes. Amíg nem jött a Laci, és ja, próbáld ki, persze. De ilyen nem volt, vagy nem nekem volt, hanem Tari Botinál láttam egyet a Ricsébe, ő a másik gitáros, és hozott egy ilyet. És állítólag azért jó, hogy ennyire vastag, mert hogy az ízületeket állítólag kiméli valamilyen formában. Igen, nem szorítod annyira valahogy, hogyha ilyen vastag. De lehet vele játszani. Plusz a sound, igen, és hihetetlen, hogy lehet vele játszani. Igen. Ráadásul egyébként ebben a műfajban a ritmusgitáros ritmushoz kifejezetten jó. Ja, tehát, ja, hogy ja, ad neki egy ilyen telt. Igen, tehát, igen. Hogy itt, csak hogy így lehessen hallani a különbséget. És ugyanez mondjuk ezzel a brutál fajtával. Tehát ad neki egy plusz löketet, igen, de ezt nagyon csak mint érdekesség hoztam. Egyébként még van sok, de akkor átvegyük egy ilyen... Kirakodó vásár lesz. Mennyire adod? Fáminak volt régen az a műsor, amiben kirakta a tárgyakat, és akkor mindegyikről valami kis érdekességet lehetne. Oké, de egyébként most már mindegy, hogyha már itt vagy, akkor tépány tepengedőt se teljesen hagyományos. Nekem Osiris. Ja! Hát, mert ugye nálad igen, volt tudom, rendig. Tudom, csak ezt még nem láttam, ezt a film. Ez a Universe. Aha, és nekem ez nagyon bejött, ebből most már rendeltem sokat. De ez is három különböző. Igazából nem, úgy kopott. Jó, úgy kopott. Ja, jó. Akkor ez három egyforma volt. Hogy próbáltam? Hogyne. Köszönöm szépen. Baromi jó pengetőket csinál egyébként. Nagyon, én is szeretem. És melyik felével pengeted, vagy hogy? Ez most igazából ez a triangulum forma és a szimmetrikus, tehát elvileg mind a három mind egyforma a három. Volt. Igen, látom, igen. Csak közben hát ugye használódik. Jó. Nagyon jó. Magyar srácok csinálják. Tényleg? Egy srác. Kiváló. Hát most már föl lett szerintem, igen? Hogy annyira, ja, nem viccem, nem lehet kapni. Igen, szerencsére. De össze magatokat, jó? Mert hogy rendelek meg én érted? Oké. Okay. És már itt nagyon örülnek, hogy kézbe lehetett venni a gitár. De még mielőtt, hogyha mondjuk csak egy, hát legyen először csak egy előadó, és hogyha azt kéne ajánlani a másiknak, hogyha mondjuk azt a műfajt szeretné megismerni, akkor de mit ajánlanál neki?
a rockból? Te? Egyet? Aha, igen. Hát, nekem van egy, azt hiszem egy AC/DC koncert, talán valahol Argentinában adták, szerintem ilyen 100 000 környéki néző. A kisebb Big Bully. Ez a klubbuli volt. És a Dirty Deeds című dalukból van fönt a YouTube-on egy ilyen válogatás, és szerintem ott az a hömpölygő tömeg, aha, aki ahogy táncolnak, ugrálnak, énekelnek, és közben a színpadon is minden zenész megőrül. Van, aki ugye az egy helyben állós változat, de mondjuk az Angus ugye folyamatosan ugrálós. Igen. Van, hogy a Brian Johnson oda megy hozzá, és az énekes és a Angus énekli mondjuk a valamelyik verzét talán, és szerintem az egy nagy show, egy óriási buli, olyan, mintha egy házi buli lenne, csak hát 100 000 ember van jelen, és szerintem nagyon jó energiák vannak, de azt is érzem, hogy szerintem ez valamilyen nyitottság kell, hogy, vagy érdeklődés, hogy az adja meg azt a zenéből azt, amit te szeretnél megkapni. Úgyhogy ez szerintem nem biztos, hogy van ilyen, mert valószínűleg neked is van olyan, ami nagy hatással van rád, és tök jó, és lehet, hogy nekem meg nem fog megérteni, és ugyanezt gondolom, ez fordítva is így lenne. De hogyha kíváncsi vagy majd, igen, akkor megnézzük. Okay. És te, Feri, mit ajánlanál? Hát, ugye, ha előadót kell mondanom, akkor itt most a Stokelo Rosenberg és Birelli Lagren között vacilálok, de inkább azt mondom, hogy hasonlóképpen, mint te, hogy egy koncertet ajánlanék. Van egy koncert, Birelli Lagren Gypsy Project, és ott a barátait meghívta, a zenész barátait erre a koncertre, Jazz the Win, és ez fönt van szerintem a YouTube-on is, rá lehet keresni. Ez egy több mint 2 órás koncert, ahol először a saját kis quintetjével, majd később folyamatosan jönnek a vendégek, ahova ő becsatlakozik, és duótól a trióig mindenféle verzióban játszanak. És azt érdemes megnézni, mert az egy olyan vízválasztó volt, az egy epik lett a Gypsy Jazzben. Tehát, hogy mindenki érezte, hogy ez a fajta gitározás, ez már a new Gypsy Jazz, ez már az újabb. Tehát, hogy a Django, ő lefektette az alapokat, és kiváló, dallamos, csodálatos tényleg. Viszont jött ez a Birelli koncert, maga a koncert, és mindenki számára... Ez mikor is felvétel? 2000... Tehát évezred környék, tehát hogy ez sok évtized, nem? Igen. Tehát, hogy a fejlődése ennek a műfajnak ezek szerint mondjuk 50-60 év alatt érhető tetten, ugye? Hogy változott annyit, pontosan, hogy... Pontosan, változott. Bekerültek, tehát az új, a fiatal generáció is már másképpen közelít hozzá. Tehát ők már például elég sokan bebop-pal is vegyítik, de már most már több műfajjal. Tehát van például egyébként a Balkán Gypsy Jazz is, most már abszolút egy létező dolog. És vannak, akik egy kicsit rokkosabban, keményebben játsszák ezt a stílust. És ez volt az a koncert, ahol kiderült, hogy ez a New Gypsy Jazz, tehát ez az irány, így hangzásban, meg hát így eleve így a likkekben, vagy hogy mondjam, ezt így lehetett érezni. Ezt ajánlom, Birelli Lagren, Gypsy Project. Ezt egyébként nektek is ajánlom, hogy nézzétek meg, illetve ezt elfelejtettem mondani, hogy most is lesz a 10 számos kis kedvenc, ezt nektek is elfelejtettem mondani, majd 10 számot állítsatok össze, ami most aktuálisan nektek meghatározó zene, vagy akár már régebb óta is meghatározó zeneszám, és én most ezt Spotify listán közzé teszem a Patreon oldalamon, és akkor megkaphatjátok mindkét művész 10 kedvenc számát. Ja. És most már mindjárt gitározás van, de még mielőtt belemegyünk, csak segítsetek annyit a másiknak, hogy mik azok a nagyon fontos jegyek a saját műfajatokban, mert ugye majd kell játszani a másik műfajában, és ennyivel közelebb legyen a másik legalább hozzá, amit így elengedhetetlennek tartotok rockgitárosként, hogyha nem olyan, akkor az nem jó, vagy gypsy jazz gitárosként, hogyha nem úgy van játszva, akkor az nem lesz az igazi.
kezdje, amelyikőtök akar, és mutogathatjátok is most már, tehát, hogy... Ó, de jó, együtt! Tényleg nagyon érdekel egyébként. Hát engem is, hogy az Alán mit gondol erre. Szuper. Szerintem tök jó, nagyjából hasonló dolgok lesznek, csak mást értünk majd alatt. Tehát például a sound, az szerintem a rockzenére ugyanúgy igaz, mint amit te is mondtál, hogy akár a pengető választás mennyire meghatározza, hogy mit akarsz elérni, és hogy fog szólni a hangszered. És ez a rockzenében lehet, hogy egy pengető az nem ezt határozza meg, mert nagyon sok minden erősítők, effektek, torzítók jönnek utána, de a megszólalása, az együtt a zenének való megszólalása, az viszont nagyon fontos, hogy az hatásos legyen. Úgyhogy szerintem egyrészt ez nagyon lényeges. A másik lényeges, amit legalábbis nem tudom, hogy lényeges, nekem lényeges, az, hogy én például nagyon szeretem, azért maradtam inkább rock gitáros, hogyha ez le kéne szűkíteni, mert én nagyon szeretem azt, hogy dallamok vannak, és ezek a dallamok egyébként közérthetőek, nem, de közben mondjuk a korunk gitárosai egyébként nagyon bravúros dolgokat is tudnak csinálni, amiket nézni is jó, és szerintem a fülnek is kedves. Ilyen formán a rockzene szerintem egy nem jó szó, talán az egyszerűbb, de hogy könnyebben befogadható műfaj, mert mondjuk ritkán játszunk különböző módosított hangokat, ott általában van egy hangnem, és akkor abban játszunk. Én most ez nagyon szép és fenköl, de én konkrétan nem gyakorlati van. Dolgokra voltam kíváncsi, hogy... Ezek például, ezek most szerintem... jobb egy kicsit. ezek olyan dolgok, igen, hogy ez abszolút a rockzenének a része, abszolút. Például egy ilyen sikítatása a gitárnak, vagy a tremolózás, hogy ezt Feri, te is majd, amikor arról van szó, akkor hogy van egy technika, az nem tudom, hogy mert egyébként lehet, hogy az a jazzgitárból indult a tapping. Aha. Az azt jelenti, ugye, hogy nem hogy bal kézzel, hanem hogy jobb kézzel is játszunk. És én úgy tudom, aha, hogy az oké, hogy nálunk a rockzenében Eddie Van Halenhez kötjük ezt a dolgot, mert hogy ő játszotta először, de hogy vannak felvételek, ahol tévéstúdióban jazzgitáros, nem tudom a nevét, sajnos, mert így nincs meg már ez a videó. Joe Pass, biztos. Nem, arra emlékeznék. De ezt is meg lehet keresni, mert a YouTube-on fönt van egyébként. Tehát, hogyha beírnánk akár, hogy jazzgitáros és tapping gyakorlat, akkor egy ilyen nagyon régi fekete-fehér felvételt fog bedobni, és ott ő már játszik ilyeneket. Szegény nézőket mindig elködjük YouTube-on. Ne maradjatok itt! És még egy eszembe jutott, és nem biztos, hogy el fogunk tudni játszani elsőre, de akkor itt vágás lesz. Abszolút. A másik, akit ha nem AC/DC-t mondanék, akkor nekem például a Mr. Big zenekar nagyon nagy kedvencem volt. Ott van egy Paul Gilbert nevű gitáros forma, egyébként Ibanez-es sajnos, egyik meghatározó csávom. És neki 91-ben jelent meg egy olyan lemezük, amire azt éreztem, hogy Atya Úristen, minden ötletes, és nem azért, mert mindig megvalósíthatatlan dolgot játszott, hanem mert valahogy úgy még sose játszotta azokat az akkordokat senki. És például volt egy Green Teenage 60s Mind, azt hiszem a dal címe, és persze, hogy nem fogom tudni eljátszani első, de megpróbáljuk. Yeah. Hogy van? És hogy ebben van tapping is, bocsánat, nem így van a lemezen, azért. Azt nem fogom tudni majd játszani. De hogy ezt játsza szépen és jól, és hogy cuki, dallamos, ötletes, ilyen mosolygásra csábít, és egyébként baromi jól játszanak. Tehát szerintem az ilyen típusú dallamosság az, ami a rockzenét szerintem, vagy számomra nagyon kedvessé teszi és fontossá. Jó volt. Majd tappingelünk. Mutatok gyakorlatot. Vannak ilyen gyakorlatok egyébként. Tök jó. Bocsánat, csak egy picit fölgényeztelek, mert kevésnek éreztem. Okay, és akkor fordítva, ott azért ott mesélj egy picit a jobb kézről szerintem, mert az baromi fontos, hogy ott mi történik szerintem. Igen, tehát
Tehát a jazzmanusban a jobb kéz az fontosabb. Én nagyon picit, csak azért, hogy tudom, hogy most oda is mutatod, de oda is mutassuk. Oda is mutatom. Jó, oké, okay, ugye. Szóval oda is mutatom, hogy a jobb kéz az ebben a műfajban tényleg nagyon fontos, igazából fontosabb, mint a bal kéz. Valóban, tehát a hangszerválasztás, a pengetőválasztás, a húrválasztás, ezért is nincs egy bevált recept. Vannak már tapasztalatok, ami alapján azt mondhatjuk, hogy így körülbelül ez a kombináció, ez így jól fog szólni, de hát mindenkinek más egy kicsit a technikája, a kezének az ereje, más a kényelmes, tehát hogy nincs egy aranyrecept, viszont az biztos, hogy ez mind, hogy a hangszer, a húr, a pengető választás, ez mind befolyásolja. És amit mondtam az elején, hogy a sound, a rezgés, arról szól minden, azt a jobb kézzel érem el, mert hogy igazából csuklóból van egyfajta pengetés, és nagyon sok itt a lefelé pengetés. Van ennek egy módszere, a lényeg az, hogy amikor ugye mondjuk a vastagabb húrról a vékonyabb húr felé haladsz, akkor tulajdonképpen a gravitáció miatt is irányba pengetés, és a lefelé pengetés az rendben van. De amikor visszafelé jössz, na itt akkor is. Tehát itt csak ennyi volt, amikor már hármat pengettél egy húron, akkor volt benne egy, vagy lehet benne, de lassú daloknál itt például abszolút elképzelhető, hogy akár végig lefelé pengetsz. Tehát, hogy... És ebben nincs egy fölfelé pengetésem. Akkor, amikor már virtuózabb, akkor hát akkor is lefelé pengetés van, de nem végig, tehát egy húron belül lehet fölfelé pengetni, de nem fölfelé pengetéssel kezdett. Tehát a legfontosabb alapszabály az, hogy húrváltáskor mindig lefelé pengetünk. Ez egy ilyen általános dolog. Persze mindenki mondja, hogyha nem úgy csinálom, akkor mi van. Semmi nincs, de a soundban ott előbb-utóbb felfedezed majd a különbséget, hogy mi van akkor, ha ezt nem lefelé pengetted. Tehát azért van jelentősége. Hiába játszol gyorsan. Teljesen mindegy, akkor is lefelé. Tehát ez már jó, nekem már megvan szokva, de az elején azt kell gyakorolni, hogy ez. Hogy ezek meg legyenek pengetve. És ez úgynevezett restroke pengetési technikát használjuk, ami arról szól, hogy a rest, ugye, hogy az adott húr lepengetése után a másik húron, a következő húron megpihen a pengető. Kivéve az E1-nél, ahol viszont ugye nem tud hol megpihenni, ott már esetleg is húzhatod. De hát... De olyan nagy megfejtés ezen kívül nincs. De még arról beszéljünk már, mert itt ennek a műfajnak a kíséret része is baromira jellegzetes, és baromira, technikailag, tehát mondjuk egy rockzenében nem szoktunk így kísérni, mint ahogy ti kísértek. Hogy ilyen ez gyors, rövid, pattogós akkordok. Ja, igen, tehát a kíséret az egy másik téma. Ez így van, hát swing zenéről beszélünk, tehát 4/4. És a 2/4 lüktetés a legfontosabb, és az 1/3, az amikor elkezd vele ismerkedni az ember, akkor azt úgy szokták, hogy... Tehát, hogy az első és a harmadik az egy kicsit, mondjuk azt, hogy vékonyabb, tompítottabb, és a 2/4-en van a hangsúly. Uh-huh. Viszont nagyon fontos, és tulajdonképpen ez az egyik nehézsége, hogy azon kívül, hogy stabilnak kell lennie, azon kívül az, hogy perkuszív, azt a feszültségét, azt végig meg kell tartani. Mert ha nincs meg, és lötyög, akkor el tud menni, és ráadásul szinte csak lefelé. Csak mutatsz valamit is? Is vannak nyilván azért sok ritmus variáció, amit lehet, de alapvetően a legfontosabb ebben a swing érzet. Tehát, de akár lassúnál is, tehát hogy
És hát perkuszívnak. Okay. Csak egy, annyiban visszavettem egy picit a szót, hogy a pengetés az, tök, az egyébként a mi oldalunkon ugyanúgy jelen van. És hát ugye gyakorlatok sora van, hogy ezt az alternate pickinget, vagy a oda-vissza pengetést használjuk, vagy éppen a sweep pickinget. És nagyon érdekes, hogy nálunk ugye ezt éppen fordítva csináljuk, tehát hogyha valamit játszunk, sweepelünk mondjuk fölfelé, akkor visszafelé is általában fölhúzod. Akkor az egy fölfelé pengetéssel ér véget. És hasonló egyébként, hogy ilyen arpeggio-szerű futamok vannak, azt láttam, hogy utána egy nagyon sokféle legátó kötéssel díszíted és kötöd össze a dolgokat, de hogy mit játszottál, azt nem tudom. Oké. Jó, hát én sem. Szerencsére én viszont tudom, úgyhogy Benji, persze. Ezért vagy itt, Tomi, ezt nem szeret. És hát akkor most jönne az a rész, amikor gitárcsere. De arra kérlek benneteket, hogy még amikor megfogjátok a másik gitárt, ne az legyen, hogy egyből van keresgélés, hanem először csak az érzésről beszéljetek, hogy milyen ilyen gitárt fogni a kezetekben, mert szerintem egyikőtök sem gyakran van ilyen gitár, és akkor utána már tényleg játszás lesz. Ja. Megint szigorulás. Csak a szabályok. Mindig ez van. A szabályok. Elérsz odáig kábellel? Opa, várjál csak, itt áthúztuk a mikrofonnak a... Meg vagyunk. Meg, és akkor így felszabadul mindenki. Bocsánat, még visszadugom, és akkor jó lesz. Ebben piezo pickup van? Vagy mivel van hangosítva? Mert hogy ugye oké, hogy fontos volt régen, hogy a önmagában nagy hangerőn szóljon a hangszer, de hogy ugye most azért bedugtuk egy erősítőbe, és van benne valamilyen elektronika is. Igen. Ezt úgy hívják, hogy Big Tone piezo. Ezt kifejezetten a Gypsy Jazz gitárokra találták ki, ami még a legközelebb van az akusztikus soundhoz, mert hogy ez egy akusztikus alapú műfaj, tehát hogy igazából a legjobb az, hogyha mikrofonnal tudod kierősíteni, csak hát az nagyon sokszor problémás, abszolút. Mondjuk így kis kluboktól elkezdve a nagy színpadok. Most csak rád nézek, és teljesen megöltem. Új profilkép a Facebookon. Idegen tőle, ahogy így tartok be, az is olyan. Milyen? Jaj, kis aranyos. Oké. Okay. Hát, hogyha már itt vagyunk, akkor mesélj valamit az aláhangszeréről, hogy milyen érzés, minden más. Egyrészt az, hogy amit rögtön észreveszek, az, hogy egy súly nehezedik. Tehát, hogy tényleg, illetve abban más, hogy mondjuk ilyen nem gyakran, igen, a kurblival nem gyakran találkozom, de mondjuk azt mondom, hogy... De mondjuk egy nyakkényelem, vagy mit tudom én, az... Aha, a húrnyomás az nagyon alacsony az enyémhez képest, aha. Tehát a Gypsy Jazzben azért ennél magasabb a húrnyomáshoz szoktunk. Ez jó, mert én nem ennyire alacsony húrnyomással játszom, csak mivel állandóan fikázol a magas húrnyomásom miatt, most gondoltam, hogy kipróbálom már, hogy milyen, hogyha lejjebb van rakva, úgyhogy legutóbb a Kálló Petit megkértem, hogy két gitáron most lejjebb eresztettem. És egyébként meg lehet szokni, csak a pici csörgés az, ami nekem nem mindig komfortos, mert hogy a hangszer megszólásának a konkrétságát, azt szerintem ilyenkor elveszít belőle egy kicsit. De nagyon szép. Tehát az nagyon szép. De piros. Tetszik. Gitárszíne piros. Ennyi, tudjuk. Ti buszolt ezt. Igen. Oké. Ma van a szülinap. Igen. Isten értesse. Na, van a szülinapja? Igen. Hát már mint amikor ez forog. Igen. Ja, igen? Hát már mint ma, de nem ez. De majd kivágja, mindegy. Ma van a szülinapja. Ne. Ennek fog a legjobban örülni. Zalán, te is mesélj. Akusztikus gitáron szoktam játszani. Ez nem sokat egyébként valóban, de... Megpengedhetem most már? Nehogy valamit, keresztül húzzak. Egyébként igen, valóban a húrnyomás az most így ahhoz képest, igen, ez lényegesen itt nagyobb. Befér az új, amit... Tehát, hogy igen, ez Kálló Peti barátom mondani, hogy ez rákjön egy beállítás, de egyébként... Itt van.
nem fog tudni olyat játszani, mint a Feri, de nagy élmény kézbe venni egyébként. De hogyha már itt vagyunk, és... akkor történjen meg az, ami ilyenkor szokott megtörténni, hogy neked ezen a gitáron kéne elsősorban most valami rockzenét játszani, és utána... De jó! Hát ezt ugye meg lehet, meg tudom úszni. Meg, ez meg, igen, ez viszonylag, hogy meg ez akusztikus, ja. Alapvetően igen, itt ez kicsit ilyen egyszerűbb feladat volt, ahhoz képest most, amit te kapsz, hogy neked azon a gitáron kell most Gypsy Jazz-t játszani, azon a hangszínen, ami ott abból kijön. Tényleg. Aha. Fel kell hangosítani. Igen. Ez nem olyan, ez nem mindig szól. Maximumra. Wow. Teljesen csavart föl! Teljesen csavart föl! Csavart fel a szövege? Nem, hát csutkára. Igen? Csutkára. Ja, hogy ennyire? Persze, hát ez mindent. Meg ne alagudjon rá. Nem. Ő ezt szereti. Mennyire komoly, nagyon komoly. És stílusok közötti különbség ne ennyire kijön. Igen, nagyon kegyetlen, durva. Imádom. Nem tudom, hogy remélem, hogy ez mind haladszódni fog a felvételem, és nem csak egy annyira az a baromi sok torzítás miatt. Milyen érzés volt ilyen soundon? Figyelj, fantasztikusan idegen. Abszolút. De csodás, nekem meghozta a kedvem. Ugye pont a kéztartás az most igazából neked hátrány, igen. Mert hogy a torzított gitárnál az egyik legfontosabb dolog, hogy tudod némítani azokat a húrokat, amik nem kell, hogy szóljanak. Mert hogy ugye ezben az óriási gain-nel, különböző delay is van. És nálunk például a kéztartás az abból szokott indulni általában, hogy, hogy egyenes csuklóval játszunk, nem pedig kint. Kitartotta, mert hogy így a tenyerünk élével rögtön tudunk bármelyik húrt tudjuk tompítani. Szúrlós. Még kéne neked 10 perc, és már köthetnénk a bulikat a lopatára. Jó. Hát, vállalok mindent. Ezt a Dumas Miguel szoktam elmondani, hogy hát hál' Istennek azért megindult a szekér, tehát azért megy nekem, múlt héten is mehettem volna minden nap játszani, és akkor ugye megkérdezik, hogy és miért nem mentél? Hát mert nem hívtak. Ja. Komolyan vettelek, ne haragudj. És akkor most az kéne, hogy neked kéne Gypsy Jazz-t játszani ezen a gitáron. Esélyem nincs. De hát meg kell próbálni, hát ez a lényeg. És hol vagyunk? Mert ugye most még ez a pöcs sem ott van, ahol szokott lenni. Mitől lesz valami Gypsy Jazz? Abba segíts. A Gypsy Jazz-től ugye dallamos, egyrészt ez általában dallamos, másrészt pedig arpeggio jellegű. Ki van bont, vagy akaratok az összes akkord, ami... Pontosan. Tehát, hogyha már magát az akkord menetét követed, akkor már játszol Gypsy Jazz tulajdonképpen. Tehát ki kell bont, arpeggio-szerűen. Ez dráma lesz. Hát egy kettőt egyet kibontva, és akkor már megvan. Ez nem az volt. Igen. De nem baj. Azaz. És akkor várjál, ez ott a kettő, akkor a öt az. C major. Yes. Majdnem Gypsy Jazz volt végül. Ugye összetéveszthetetlen volt a kettő. Autentik. Ugye nem érsz rá, helyettesítelek. Ugye nem fogják észrevenni. Senki.
Csak a fodrász miatt lennünk bajban. Na és akkor most meg az van, Feri, hogy neked kéne rockzenét játszani. Aj, de brutál. Azt beszéltük, hogy megtanítjuk Feri teppingelni. Igen? Igen. Igen. Hát először valami zúzós, jó, jó. Azért azt hallani akkor. De miért durva, hogy egy power chordot nem fogod? Ne, hát tehát még, nem amikor, szokott. Igen, hát de hogy még amikor olyasmit fogod, akkor azt is oktávba fogtad. Egy power chordot fogj. Mert azért, hogy nincs hozzá. Az nem power chord. Azonnal taníts meg neki a power chordot. Ja. Nem. Ne quint. Kell a quint hozzá. Kis ügyel. Tehát oké. G. Van egy luk rajta. Kilukat. Nem. Mondjuk fogsz egy G-t. Igen. Fogsz hozzá egy D-t, meg alatta, tehát mondjuk hármas ujjal fogod a D-t, és alatta ez a G-t. Power. Ez a power chord. Ja. Tehát igazából a rock zenében kísérlet az erre. Ez az. Aha. Minden húszol. Ez az! Kezd érezni! Taposd bele, de komolyan! Igen? Tengesd meg az egyik húrt, és mélyebb. És nyomd le! Nem. Itt nyomd le! Nyomd le! Nézd! Befelé a testben! Befelé, aha! Meg olyan is lehet, hogy tengesd meg egy hangot. Lehet berektetni. Fú, de jó. Rockgitáros akarok lenni. Van benne valami. Oké. Na és akkor most azt történik, hogy visszacserélődnek a gitárok. Ó. Jó. Igen. Jó. Mert hogy a következő játék az, hogy most már együtt kell játszani. Aha. És hát az lenne a feladat, hogy... Köszönöm is. Remélem nem tettem kárt benne. Te, Feri, kísérsz valami Gypsy Jazz-t, mert mondjuk egy hangnemet megbeszélhetek, okay. És akkor Zalán meg a saját műfajában improvizál rá, szólózik valamit. Tök jó. Oké. Okay. Jó. Játszok egy, nem tudom, egy... Ilyen All of Me akkordokat, ilyen C-duros valamit, vagy... Jó. A C-dur, menj nyugodtan! Mert most már Pépe 25 éve nem játszottam All of Me. Játszok egy Game of Blues-t, szokták játszani a Gypsy Jazz-ben. Tök jó. Akkor jó. Na hát várját, hölgyeim és uraim, akkor Gypsy Jazz kísérlet, rock szólózás... A kísérlet is jó volt. Kísérlet, Game of Blues, baromi kíváncsi vagyok. Azt nem tudom. Brutális volt, imádtam, ez zseniális volt. Gyerekek. Ezt nem tudom, hogy vissza akarom elhallgatni. Na és akkor most megfordul a történet, aha, hogy ja. Zalán kísér rockot, és neked kell valami Gypsy Jazz-es dolgot játszani rá. Csodálatos. Mert csak mi legyen a kíséret? Hát? Hogy... Valami. Nekem Gypsy Jazz kell játszani? Így van, tehát rendesen. Ja, hogy a műfaj... Oké. Csak rock zenére. T-duros valamit. D-dur? Vagy ez fullos. Jó, vagy A-dur, az is jó. Igen? Persze. Thank you.
Oké, oké, Isten, imádom, de ez nekem blues volt, ez nem rock. Kell. Igen, jó. Tehát valami rockot kell kitalálod. Akkor rock. Mert ez nem a rockot, amire swing. Így szingelünk. Van. Így van, így okay. van. Jó. Vágunk. Az baj, most dalokon gondolkodom, hogy te melyik részből mit, vagy ismert dal kéne legyen? Ez nem lehet a kör 1-4-5-1. Csak ne, nem, de nem az... blues. Aha. Ne ez a pop. Ja. Ez az. Itt játszol pontosan? G-dur, D-dur, C-dur. Ennyi? Hát vagy lehet, hogy néha álmol lesz C-dur. Mondjuk egy ilyen, egy olyan. Jó. Jó, és akkor az G végig. Számolj be. Okay. 'Nagyon menő. Hát ezt ez zseniális volt. Ezt ki kell találni. Ezt ki kell találni. Ezt ki kell találni. Ezt oké. Hát ennyi lett volna ez a mai szansz. Srácok, remélem jól éreztétek magatokat. Nagyon. Én imádtam ezt az egyveleget is. Brutális. Hát a Gypsy Jazz nekem örök kedvencem maradt, ugyanúgy, ahogy a rockzene. Megpróbáltuk ezt most itt összehozni, srácok. Feri, Zalán, baromira köszönöm, hogy eljöttetek és elvállaltátok ezt az őrültséget. Köszönjük a meghívást. Iszonyú jó volt. Lett egy új stílus, amiben pillantást nyertem. Így van. Úgyhogy, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek, menjetek a Dérinébe, menjetek Zalánt meghallgatni mindenhova. Én biztos, hogy megyek, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el tetszikelni, kövessétek be Ferit és Zalánt is mindenhol. Ne felejtsétek, a Patreonon föl lesz majd a 10-10 kedvenc szám mindkét előadótól. És hát várjuk a következő sanszot. Én baromira várom. Én már van tervem, hogy mi lesz, de az is kegyetlen lesz. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek, hatalmas csőzetek. Ciao. Sziasztok. Jó, nem tudtuk, hogy lehet-e. Így szokás. Elköszönünk a végén. Elköszönünk. Oké. Okay.